Na és akkor egy kis nem koronavírus, aminek örömére vissza is ültem ide a régi kis székembe. Mert van egy kütyös hír, amit át kellett volna beszélnünk, de nem beszéltük át egyáltalán, és a járvány miatt nem is úgy fogjuk átbeszélni, ahogy akartuk, de... De hát mit mutathat már be az Apple? Oké, most nem a Mac Mini-re gondolok, amiben nagyobb lett a... Valami nagyobb lett. Ennél érdekesebb, bár ez nem kapcsolódik a bemutatóhoz, hogy valamikor áprilisban megérkezik Magyarországra is az Apple Watch-nak az a változata, ami képes rácsatlakozni a mobilhálózatra. És ez tök jó. És jött egy MacBook Air, ami látszólag alig különbözik a régitől, csak pont annyiban változott meg, hogy a kb. Használhatóból egy szuper kis vétel lett. Igen, ugorjunk kicsit vissza az időben, szóval volt az Airnek a második eljövetele, ami egy kicsit talán olyan értelmezhetetlen volt, hiszen nem nagyon találta a helyét a gép. Akkor még piacon volt a MacBook, és az Air az kb. Pont olyan volt, mint az, de ott volt a Pro is, és az Air kb. Olyan volt, mint az, szóval ebből a szempontból volt értelme a koncepciónak, hiszen hidat vert a két meglévő termék közé, de azok eleve olyan közel voltak egymáshoz, hogy hát az ember száraz lábbal átugorhatott egyik oldalra a másikra, és semmi szükség nem volt a kették közé, szóval a kettő közé nem kellett híd. Aztán kipusztult a MacBook, és maradt itt az Air, aminek a helye továbbra sem volt egyértelmű, de most egy csomó hibát javítottak rajta, és hirtelen olyan értelmezhetővé vált az egész koncepció. És akkor vegyük el gyorsan az újdonságokat. Új billentyűzetet kapott a cucc, belekerült ugyanaz, mint a 16-os MacBook Pro-ba. Elvileg gyorsabb lett a processzor, úgyhogy lassabb lett. Szóval, hogy eddig volt egy ilyen i5-ös 1,6 GHz-es, és most kaptunk helyette egy i3-ast 1,1 GHz-el, ami katasztrofálisan hangzik, de azt is tegyük hozzá, hogy két generációval újabb processzorról van szó, szóval, és egy kicsit később megbeszéljük, hogy ez a teljesítményben ez a kvázi visszalépés, ez milyen előrelépést jelent. 256-os SSD lett végre a 128-as helyett, szóval, hogy ezt nem kicsit volt már ideje meglépni, és olcsóbb is lett. Dollárban számolva. Vegyük hát gyorsan a gyakorlatba, hogy ez mit jelent. A billentyűzet csere az egyértelműen, hát ez nagyon-nagyon örülünk már neki, hogy megjött, és ezzel gyakorlatilag azt a technológiát, amit ideiglenesen bevezetett az Apple talán 2016-ban a Touch Bar MacBook Pro-val először, és amivel annyit szívott minden felhasználó meg maga az Apple is, szóval ez gyakorlatilag a hivatalos beismerése annak, hogy az egy katasztrófa volt, és szépen lassan kivezetik a büdös francba, és a technológia történelmi süllyesztőjébe szemétdombjára kerül, oda, ahova való. A 256-os SSD nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire szükséges. Az sem nagy, de a 128-as az nevetségesen kicsi volt, még az alapvető feladatokhoz sem elég. Viszont, hogyha az ember ismeri az Apple-nek az ökoszisztémáját, amiben gyakorlatilag minden fájlt fel tudsz küldeni az iCloud-ba, és a rendszer tök jól működik, szóval a fotók nem foglalják a helyet a gépeden, csak a thumbnail-ek, azok a videók, amik ott vannak az asztalon szintén nem, a letöltési folderben található dolgok szintén nem, szóval, hogyha van egy gyors interneted és használod ezeket a funkciókat, a 256 az nem bőven, de úgy kényelmesen elég lehet. Főleg azokra a feladatokra, amiket meg tud csinálni egy Airrel. És olcsóbb is lett az egész gép, aminek nyilvánvalóan örülhetünk, még akkor is, hogyha elsőre olyan ijesztőnek tűnik az, ami a processzorra történt, de ahogy mondtam is, ez nem ijesztő. Szóval ez az i3-as alacsonyabb órajelen, sokkal alacsonyabb órajelen is olyan 25%-kal gyorsabb, mint a régi alapmodellben volt, miközben ugye olcsóbb lett a konfiguráció és nagyobb a háttértár is, de választhatjuk az i5-ös processzort is ebbe a konfigurációba, és akkor $100-ral lesz drágább a gép, szóval még mindig csak annyiba kerül, mint a régi, viszont ilyenkor már 80%-kal gyorsabb, miközben kétszer akkora az SSD, és miközben van benne végre egy használható billentyűzet. Ez egy nagyon-nagyon jó csere. Na de az új iPad! Szóval kapott egy új processzort, ezt az A12Z Bionicot, vagy mi a fenét, és elsőre ez meglepőnek tűnhet, hiszen a 12-es, az A12-es processzor az az előző generációs iPhone-ban mutatkozott be, és abból készült egy ilyen monstrum, ami belekerült az előző generációs iPad Pro-ba, és hogy joggal hihettük azt, hogy ha jön egy új iPad Pro, akkor az már az A13-asra épít, ami az iPhone 11 Pro-ban jelent meg, de nem, hanem ők a 12-es koncepciót reszelgették tovább, ami azért nem baj, mert hogy hát egymagos kiépítésben most az egész világon az a legjobb, ami az iPhone 11 Pro-ban van, de amikor több magos teljesítményt nézünk, akkor a mai napig a 12X, az A12X a rekorder, ami az előző generációs iPad Pro-ban van, szóval, hogyha ahhoz nem nyúltak volna hozzá, akkor is ez a tablet lenne a legerősebb a piacon, de ezt még egy kicsit megreszelgették, és most azt mondják, hogy erősebb, mint ami a legtöbb PC-s laptopban van, ami azért nem egy nagy állítás, mert ez az előző generációra, az A12X-re is igaz volt. Igaz. Aki tudta követni, hogy miről beszélek, az kap egy piros pontot. Én egy kicsit elvesztem. És lehet persze arról is beszélni, hogy megváltozott a kamera, ami tök jó hír, hogy az iPhone 11 Pro-nak a szuper kamerái belekerültek az iPad Pro-ba, és ez nyilvánvalóan jobb minőségű képet jelent, plusz megjelent ez a nagy látószögű lencse is, hogy ilyen nagy tereket tudjunk befogni vele. Beszéltünk arról, hogy megjelent ez a LiDAR szkenner, ami a gyakorlatilag az 5 méternél közelebbre található tárgyakat tapogatja le hihetetlen pontossággal, ezáltal sokkal könnyebben tudunk távolságokat mérni, de elsősorban nyilvánvalóan
nem erre fogjuk használni, hanem arra, hogy például a lakásunkat berendezzük olyan bútorokkal, amiket még meg se vettünk, és soha nem is fogunk megvenni. Szóval gyakorlatilag a fő pontokon belenyúltak a tabletbe, és még jobbá tették, de hogy ez azért nem újdonság, mert az iPad eddig is a piacnak messze a legjobb tabletje volt, ami mondjuk a telefonfronton kevésén mondható el, hiszen az iPhone 11 Pro az nem a legjobb mobiltelefon, hanem az egyik legjobb mobiltelefon a piacon, attól függően, hogy kinek mire van szüksége. Azért az iPad-del kapcsolatban nehéz kétségbe vonni azt, hogy drasztikusan a piac egész előtt jár, de nagy része előtt egészen biztosan. És lehetne arról beszélni, hogy a jó még jobb lett, hogy a kijelző továbbra is szuper maradt, hogy a dizájn nem változott, de eddig is jó volt, hogy az operációs rendszert szépen csiszolgatják, reszelgetik, hogy az is egyre kényelmesebben használható legyen, de szerintem nem ez a lényeg, és nem erről kell beszélnünk, hanem valami másról. Arról, hogy az iPad megszentségteleníti önmagát. Hiszen emlékezzünk arra, hogy milyen volt, amikor talán 2010-ben Steve Jobs bemutatta nekünk. Kaptunk egyetlen kijelzőt, és gyakorlatilag ennyi volt az egész történet. És Steve Jobs mutogatta, hogy ezt mennyire újjal kell irányítani, és hogy az új az mennyire intuitívabb, mint egy billentyűzetet, vagy bármilyen más beviteli módot használni, és hogy nem is fogunk semmi más használni ehhez, csak az újunkat. Ez volt Jobs szerint az iPadnek a szubstanciája. És időközben kiderült, hogy neki nagyon-nagyon sok mindenben igaza volt, de ebben nem. Ebben nem neki volt igaza, hanem a Microsoftnak, ami rögtön a tablet koncepció megjelenése után gyakorlatilag egy laptopot is készített ebből az eszközből, és attól függően, hogy milyen feladatra akartuk használni, tudtunk billentyűzettel navigálni, meg touchpaddel, vagy pedig az újunkkal. És tegyük hozzá, hogy ez a koncepció ez messze nem volt kiforrott. És számos idegesítő marhasággal kellett szembesülni ezeknél a pocsék all-in-one mután szerkezeteknél, de az a helyzet, hogy a Microsoft, ha nem is volt hibátlan a kivitelezésben, úgy látszik, és ezt már azért érezzük egy ideje, hogy hibátlan volt a koncepcióban. Igen, mert miközben nehézkesen, de azokkal a gépekkel mindent meg lehetett csinálni, az iPad-del kapcsolatban éveken át az volt az érzésünk, hogy az gyakorlatilag csak egy iPhone, nagyobb kijelzővel. És tegyük hozzá, hogy tényleg csak egy iPhone volt, nagyobb kijelzővel. Amivel még telefonálni se lehetett. És ameddig csak tartalmat akartunk fogyasztani vele, addig ez igazából nem is jelentett problémát, de az Apple már a kezdete óta azt próbálta kommunikálni, hogy ez az új számítógép, ami mindenre is jó lesz. És amikor rájöttünk, hogy mindenre is akarjuk használni, akkor kiderült az is számunkra, hogy nem. Tökre nem jó mindenre is. Csak fogyasztásra, nem tartalomkészítésre. És aztán idővel ezt elkezdték érezni az Apple-nél is, ahol elkezdték reszelgetni a koncepciót, és ennek volt az első állomása, amikor néhány évvel ezelőtt megjelent, hogy kell ezt összerakni, a Pro-hoz a billentyűzet, ami egy ilyen hatalmas beismerése volt annak, hogy az emberek egész egyszerűen nem szeretnek sok mindent gépelni virtuális billentyűzeten. Hogyha be akarjuk írni azt, hogy mit tudom én, index.hu vagy valami, vagy a YouTube-on keresünk egy videót, arra pont jó, de amikor dolgozni akarunk vele, akkor az már billentyűzetre van szükség, és az a helyzet, hogy az Apple előállt a saját billentyűzetével, ami egyébként nem is működik olyan nagyon-nagyon rosszul. Sőt, annyira nem működik rosszul, hogy ez nem egy iPad Pro, ez a legújabb generációs, sima, legolcsóbb iPad, és már ez is elérhető. Az a billentyűzet, ami, mint említettem, teljesen jó használható. Nem annyira, mint egy ilyen rendes PC-s billentyűzet, de hosszabb szövegek bevitelére is alkalmas, és az a helyzet, hogy ez egy hatalmas változás volt a gépen, amit mások kihasználtak. Mutatom azt is. Szóval van itt egy másik billentyűzet is, amit használ Dóra, és az a helyzet, hogy amikor ezt így összepattintom az iPad-del, ami így elsőre csak egy sima iPad, de hogyha megnézzük a végeredményt, akkor látni fogjátok ti is, hogy miért akartam ezt megmutatni. Mert innentől kezdve ez tényleg olyan, mintha egy igazi laptopunk lenne, nem? Igen, ez nem az Apple-nek, hanem a Bridge-nek a billentyűzete, és az a helyzet, hogy így összerakva az egészet olyan, mintha egy MacBookot kapnánk egy ilyen fém házban, hogyha látjátok, ezzel nyilvánvalóan alaposan meg is nőtt a terméknek a súlya, viszont az ember, amikor hosszabban akar gépelni, akkor gyakorlatilag pontosan ugyanazt az élményt kapja meg ezzel a hardware-rel, mint amit megkap mondjuk egy laptopnál. Nem kell semmiféle kompromisszumot kötni, bár Magyarországon azért egy kicsit kell, mert hogy ebből sajnos nincsen magyar billentyűzet, de hát nyilván az ékezetes karakterek előhozhatók vele, csak mondjuk a kettős pont az E, és nem az E az E. De a lényeg az, hogy erre az irányra láthatóan volt egy piaci igény, és pontosan ezért is készültek el ezek a szerkezetek, akár az Apple-nek a saját billentyűzetét nézzük, akár mondjuk a Bridge-nek, vagy bármelyik másik külső gyártónak a termékét, viszont azt is éreztük, hogy valami azért hiányzik erről. Valami, amivel a képernyőn navigálás pontosabbá tudjuk tenni, és az Apple részéről is volt erre próbálkozás, amikor ugye bevezette a Pent, azt a tollat, ami szintén szentségtörésnek számított volna 2010-ben, hiszen Steve Jobs azt mondta, hogy ez nem kell semmiféle stylus, az egy baromság, csak elhagyja az ember, és különben sem intuitív, úgyhogy mindenki rajzoljon az ujjával, de aztán kiderült, hogy hát ez sem így működik, hogyha pontosan akarok rajzolni, akkor kell egy ilyen pen, és aki elkezdett a pennel pontosan rajzolni, szóval az egy idő után rájött arra is, hogy ezzel a kijelzőt pöcögtetni is valamivel pontosabb és egyszerűbb, mint az újunkkal. De most mindez véget ért.
Mert az Apple nem egyszerűen bemutatott egy új tollat, vagy egy új billentyűzetet, hanem bemutatott egy olyan billentyűzetet, amin van egy touchpad. És ez az igazi szentségtörés, hiszen mostantól kezdve gyakorlatilag a tablet az egy számítógép, az egy laptop, aminek lehet nyomkodni a kijelzőit. Nem egy teljesen más koncepció, amit tök máshogy kell irányítani, hanem ugyanaz a koncepció, amit lehet máshogy is. Hozzá is nyúlhatsz a kijelzőhöz, de egyáltalán nem muszáj. Persze ennek Apple-osan megkérik az árát, hiszen ez az új billentyűzet, ez valamikor májusban fog megérkezni $349, ami lesz kb. Ilyen 140 ezer forint, mire megérkezik Magyarországra, de az a helyzet, hogy látjuk, nézzük és tudjuk, hogy ez az irány az, ami jó. És ez az a kiegészítő, amivel az Apple felül is írja a jelmondat, tehát, hogy az új számítógéped nem számítógép, hanem iPad, ami technikailag igaz, csak hogy az iPad időközben egy számítógépé vált. Igen, 10 évnyi tagadás után sikerült eljutni odáig, hogy a számítógép nem véletlenül olyan, amilyen, hogy kell egy fizikai, lenyomható billentyűzet, hogyha hosszú szövegeket akarok írni, és bizony kell egy touchpad akkor, amikor pontosan szeretnék dolgozni, és hogyha már ott van eleve az a billentyűzet, akkor sokkal egyszerűbb az ujjunkkal a billentyűzet alatt babrálni, mint felemelni a kezünket és böködni azt a kijelzőt. És ne essünk túlzásba, jó, hogy böködhető az a kijelző. Minden egyes alkalommal, amikor csak tartalmat fogyaszt, és nem akarunk alkotni, nem akarunk dolgozni, akkor baromi jó jön, hogy azt a kijelzőt lecsatolhatjuk a számítógépről, és vihetjük magunkkal, de bizony számítógép, használható gép csak akkor lesz, hogyha mindez a kiegészítő ott van mellette. Tagadták, hogy mindezekre szükség van, de az elmúlt években belátták a tévedésüket, és most az iPad Pro az gyakorlatilag megérkezett oda, ahova eredetileg szánták. Végre leválthatja a számítógépet, de csak úgy, hogy hát önmaga is számítógépé vált. Annyira egyébként, hogy évek óta beszélnek arról, hogy a Mac-be valamilyen módon majd ARM saját fejlesztésű processzorok fognak kerülni az Intel-es processzorok helyett, és bennem erős a gyanú, hogy most tulajdonképpen pontosan ezt látjuk. Elkészült az ARM-es Mac, csak azt éppen iPad Pro-nak hívják, és nem MacBook-nak. Mindegy, nagyon érdekel, hogy ti mit gondoltok erről az egész koncepcióról, hogy kérlek titeket, hogy a videó alá kommenteljetek be, jó ez az irány, vagy nektek jó volt az eredeti, merre tart tovább az iPad, és hogy vajon ez lesz-e az új MacBook, vagy valami egészen más. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!